Országosan emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítő anyag koncentrációja tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A mintavételi helyek többségénél összesen 15 helyszínen, köztük Székesfehérváron is emelkedő tendencia tapasztalható, míg 7 településen a mért értékek stagnálnak. Csökkenő tendencia egyetlen városban sincs jelenleg. A koncentráció 16 helyszínen mérsékelt, ezek közé tartozik egyébként Székesfehérvár is, míg további hat városban az alacsony tartományba esik. Az egészségügyi központ figyelmeztetett, hogy a vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A harmadik megerősítő oltás felvételét továbbra is javasolják annak, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A negyedik oltás elsősorban az időseknek és a kockázati csoportba tartozóknak ajánlott. Mint ahogyan arról már beszámoltunk, változik a fehérvári oltópont nyitvatartása és helyszíne is. Július 4-e hétfőtől hetente egy alkalommal lesz lehetőség a koronavírus elleni védőoltás beadatására a Szentgyörgy kórház oltópontján.